Mai vendégünk Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is, Monika, köszönöm a meghívást, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen előkészületek előzték meg a tanév kezdetet? Nálunk még a nyári szünetben táborok zajlottak a gyerekeknek. Foci táborunk volt három spanyol önkéntes fiúval és szintén egy marista testvérrel. Jordi testvér tartotta egyébként a foci tábort a gyerekeinknek, nagy létszámmal voltak jelen, délelőttünként egy hétig tartott a tábor, és csokizással zárták a gyerekek, amit szintén a testvérek készítettek, úgyhogy nagyon jó hangulatban már kezdődött, már egy picit hangoltunk az új tanévre. Elsőseinket vártuk három napra gólyafiók a táborba, hogy megismerkedhessenek az új épületrészünkkel, velünk, pedagógusokkal, a tantermükkel, és főleg egymással és a tanítónénikkel, hogy úgy tudják kezdeni a tanévet szeptember 1-én, hogy már ismerős közegbe érkezzenek, ne legyen számukra idegen a környezet. Mi már korábban igazgatóhelyettes Tőkésné Szendrei Andrea tanárnővel hamarabb mentünk, és előkészítettük a kollégáknak, hogy zökkenőmentes legyen a tanév kezdete. Nyilván az órarendkészítéssel, nyilván a csoportok képzésével, a törvényességnek való megfelelés ellenőrzésével kezdtük a tanévet. Úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen indult. Szeptember 1-ére már terveztük a kollégákkal közösen a kis ünnepséget. Volt egy közösségi teremben egy évnyitó ünnepségünk közösen, mindannyian befértünk végre. Ugye ez volt a nagy álom, hogy beférjünk mindannyian a saját épületrészünkben egy ünnepség keretében, és aztán meglátogattuk az új plébánosunkat, Verez Zoltán plébános urat, aki várt bennünket egy tanévnyitó misére, amit szokás szerint szoktunk látogatni, és most is mentünk. Nagyon jó hangulatba telt, nyugodtan, közel kerültünk a Jóistenhez, úgy éreztük már az első alkalommal. Úgyhogy jól indult a tanévünk, köszönjük szépen! Hány fővel osztályközösségek tekintetében, évfolyamokat tekintve és a pedagógus ellátottságról is beszélgessünk? 2019 óta évről évre nő a tanulói létszámunk. Most elértük a 300 főt. 228-ról indultunk 2019-ben, most 300 fővel vagyunk a gyerekek tekintetében. 15 osztályunk van, ugye nyilván minden 8 évfolyamon. Egyetlen egy évfolyamunk, ami még páratlan, a 7. osztály, de ott nagy létszámú osztályunk van. 17 és 26 között mozognak az osztálylétszámaink, ez nagyon változó. Most már 20 alatt kevés osztályunk van, 20 fős létszám alatt. Nagy tekintetben érintettek az osztályok, sajátos nevelési igényű tanulókkal 20 főnk van, illetve BTM-en tanulókkal, akik speciális megsegítést kapnak szintén a tanórai ellátás keretében is, és fejlesztő foglalkozások tekintetében, úgyhogy ott is magas létszámmal dolgozunk. Hál' Istennek a szakos ellátottságunk és a pedagógus ellátottságunk az előző évekhez hasonlóan szinte maximális. Készségtárgyakból keresünk egyébként kolléginát, de van tanítónénink, akinek van speciális szakkollégiuma, ezügyben képzettsége, és még így is azt lehet mondani, hogy el tudjuk látni ezeket az órákat is szakszerűen. Szeretném elmondani, hogy Alexa Józsefné Editke most ment nyugdíjba, őt köszöntöttük az év végén a nyugdíjba vonulása alkalmából, de óraadóként jön vissza hozzánk tanítani. Helyette Federici Éva tanítónénink érkezett, aki az elsősöket koordinálja már nagyon kedvesen, mosolygósan és olyan lágyan, szépen anyáskodva kezeli a kis elsőseinket. És egy pedasszisztenssel bővültünk, mert a buszos utaztatás szintén a gazdasági som Győri Katika nyugdíjba vonulása miatt megoldatlanná vált, és egy pedagógus asszisztens végzi ezt a feladatot, Vadász Brigitta, aki volt tanítványunk volt. Összefonódások vannak. Mi az idei tanév fő célkitűzése? Szeretnénk visszaépíteni azokat a hagyományos rendezvényeinket, amelyeket helyszűkében már nem tudtunk megrendezni. Gondolok itt az élő Betlehemre, a Passióra, pont tegnap egyeztettünk a pasztorális bizottsággal, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk majd és hívjuk a város lakosságát, mint ahogy annó régen is tettük ezt. Szintén a közösségi nagy termünkben tudjuk ezt megrendezni, most már van rá lehetőségünk, 300 fő befogadására alkalmas pont, úgyhogy várjuk majd a kedves vendégeket, illetve nagyon sok program
programunk, nálunk mindig történik valami, nekünk ez a mottunk. Ezt szeretnénk tovább folytatni, és most is már nagyon sok program, inkább szelektálunk most már. Az aktív iskola programhoz is csatlakoztunk, kaptunk egy meghívást tavaly évvégén, és most abba is belépünk, mert nagyon sok iskolai sportprogramunk van, és akkor miért ne tegyük ezt szervezet keretek között az aktív iskola tagjaként. Oda is kapcsolódtunk. Igazából most a bizottságok, mert nálunk bizottságok működnek, ők állítják össze azt a munkaterv részt, ami nem az igazgatói munkaterv része, és fésüljük majd össze szeptember végén egy közös döntés alapján készült programtervet, ami viszont hetente nagyon sok feladatot ró ránk, de a gyerekek érdekében, és azt, amit a gyerekek elvárnak tőlünk, akár szakkör tekintetében, nagyon sok szakkörünk indul, azt mindent megpróbáljuk teljesíteni, amit csak erőnkből telik, és tudunk. Mert azt gondoljuk, hogy ha a gyerek szeret az iskolában lenni, akkor hamarabb megtanulja azt, amit az órán közvetítünk számára. Beszélgetünk itt a rendezvények közül ugye a Pasióról. Melyek azok, amelyeket kiemelt rendezvényként tekintenek, és mindenképpen várják a szülőket, a város lakosságát, vezetését? Ha sorba haladunk, akkor szeptemberben a diáksportnapunk az, ami mindig családi program szokott lenni, várjuk a szülőket és futni, akár tornázni. Úgyhogy ez a rendezvényünk már most szeptember 29-én indul. Októberben pálya orientációs olyan programunk van, ami nyitott rendezvény. A középiskolák megtisztelnek bennünket, hogy képviselőket küldenek, és bemutatják az középiskolákat a környező településről is akár. Ez egy nagy rendezvény, hisz szülők is, gyermekeink is ott vannak, hogy mindent halljanak, pontos forrásból értesüljenek. Aztán novemberben nálunk mindig van gyermekek jogai nap, amire szintén várunk szülőket is, mint ahogy az eddigi években is, aki szeretett volna részt vett. Jó, hogyha mindenki tudja, hogy mihez van joga a gyermekeknek, és mik azok a kötelességek, amiket viszont teljesíteniük kell. Decemberben lesz az élőbetlehemünk, nagy program szintén. Itt akár az élőbetlehemre külső érdeklődőket is várunk, nem csak a szülőket, illetve azok a gyerekek is végig szoktak menni az élőbetlehemi forgatagban, akik nem szerepelnek, hogy lássák a társaik szereplését. Januárban már készülünk ugye fél év, és február a farsangi forgatag, amikor is, úgy emlékszem, 13-ára terveztük előzetesen, de nyilván későbbiekben pontosítjuk a programot, amire várjuk a város iskoláit, óvodáit, nagyon sokat szoktak kísérni bennünket, nagyon élénk szokott lenni, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ennyire. Úgy érezzük, hogy körülül el bennünket akkor a szeretet, ahogy végigmegyünk a városon. A nagy hang, amit ki lehet adni olyankor, ami nem baj, és énekelünk, táncolunk egy kicsit, tehát arra nagyon várunk mindenkit. Márciusban egy játszóházat tartunk azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek iskolánk iránt, előkészítve a beiratkozást áprilisban. Április, illetve március végén lesz még most a Pasió is. Április hónapban szintén van, lehet, hogy azt elfelejtettem, és évvégén a ballagásunk az utolsó napon lesz, ami szintén nagy rendezvény, nagyon sokan jönnek hozzánk akkor is. Én nagyon eredményes tanévet kívánok, és abból a dinamizmusból, ahogy igazgatónő mesélt a programokról, az új közösségi térről, termekről, úgy gondolom, hogy az is lesz, és önök abszolút meg fogják tudni ezt valósítani. Mivel minden kollégám ilyen dinamikus, ezért azt gondolom, hogy valóban így is lesz, és én is kívánok minden iskolának, minden óvodának, illetve minden intézmények könnyebb, szeretettelibb, és tehermentesebb évet. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen.